Köszöntöm a kedves nézőket, Szilágyi Eszter vagyok. Az idén advent utolsó hétvégére esett a téli naphéj egyenlőség, ez pedig nem jelent más, mint sem kezdetét vette a csillagászati tél. S lassan úgy tűnik, az időjárás is igazodik mindenhez, újra a következő napokban már egyre téliesebb arcát mutatja. Mindenről pedig egy mediterrán ciklon gondoskodik, amely a hét végén alakította időjárásunkat. A ciklon mögött változott az áramlás iránya, északnyugatira fordult, és a következő napokban már gyakran erős, helyenként akár viharos széllel már néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik hozzánk. Azonban nagyon lassú lesz ez a lehűlési folyamat. A legfrissebb előrejelzések azt mutatják, hogy csupán a hónap végén igazodnak a hőmérsékleti értékek a sok éves átlaghoz. Így a mai nap is még az ilyenkor megszokottnál magasabb maximum értékekre számíthatunk. Jellemzően 3 és 10 fok között alakulnak a csúcsértékek, de a nagy területen erős többfelé viharos északnyugati szélben ezt pár fokkal hűvösebbnek is érezhetjük. A mai nap is hasonló arcát mutatja az időjárás, ahogy a hétvégén is tapasztalhattuk. Kárpát-medence szerte erősen felhős vagy borult lesz felettünk az ég, s nagy területen több hullámmal számíthatunk intenzív eső, záporok kialakulására. A nyugati tájakon már valamelyest csökken a csapadékhajlam, és itt főként a délután második felében már szakadozik a felhőzet, de másutt az estig kitart a borult és esős időjárás. A holnapi nap folyamán azonban már valamelyest csökken a csapadékhajlam, a mediterrán ciklon elhagyja térségünket. Eleinte még a Tiszántúlon, majd csak szorványos jelleggel számíthatunk eső záporok kialakulására, csak úgy, mint a szerdai nap folyamán. Csütörtökön azonban ismét már a napsütésé lesz a főszerep. És ami a hőmérsékleti értékeket illeti, ahogy említettem, a következő napokban egy picit lejtőre kerül a hőmérséklet, pár fokos hűlést tapasztalhatunk, és bizony erről már az éjszakai fagyok is tanúskodnak. Szerdától kezdve egyre nagyobb területen fagypont alatt alakulnak a minimumok. Köszönöm a figyelmet, legyen nagyon szép napjuk, viszontlátásra!